nap múlva. A valóságtól elszakadva, megoldhatatlan természeti rejtvény, az nyer, aki előbb adja el a lelkét. Snake Revival-ről, nagyon nehéz már a neveteket is kimondani, úgyhogy a műfajjal meg se próbálkozom. Beszéljünk egy picit erről, hogy mi a pontos műfaja a tény zenéteknek? Hát mi saját magunkat Neo Grunge-nak tituláljuk. Ugye itt a zsűri kollégák is elmondták, hogy stonert éreznek benne. A grunge az ugye egyből lejött az első zsűri első mondatába igazából. Valahol itt van a kutya elásva, tehát... Nagyon sok helyre jöttünk, van köztünk generációs különbség is, tehát a dobosunk a legfiatalabb, én vagyok középen, Laci pedig nálam ugye ezáltal idősebb is, ugye több generáció van, és mindenki hozza a sajátját. Tehát Tibi ez a metalcore-os, sludge-os téma, én minden, tehát én klasszikus zenétől a bluesig, tehát még bármit is. Laci meg ez a grunge vonal, tehát ő mondjuk úgy csúnyán, hogy már akkor élt, amikor ők, tehát a nagyok játszottak ebben. Ez a generációs különbség, amit most említettél, ez nehezíti a közös munkát, vagy segíti inkább? Bizonyos esetekben nehezíti, bizonyos esetekben pedig könnyíti. Tehát igazából a közös vonal a grunge, viszont hozunk nagyon sok progresszív elemet, hozunk Tibike hoz Mastodont, Lassit hoz Blues-t, én ugye megint mindent, vagy bármit is, és ezt összegyúrjuk. Itt nagyon sok olyan zenekar megfordult már, akik frissen alakultak, mondjuk egy, másfél, két éve. Ti azért egy picit régebb óta zenéltek együtt. 17, 18, mi a pontos dátum? 18 körül, ugye? Valahogy. Igen, hát akkor tulajdonképpen még csak olyan 3 éve intenzíven. Tehát, hogy így persze előtte már zenéltünk, nyilván egyértelmű. Akkor jöttünk össze olyan
Hát még csiszolódunk. Igazság szerint mi is keressük, hogy mit, hogy, merre. Mi lenne az, ami belefér, mi az, ami nem. Már mondjuk a mi... Azért hallatszik ez a... Hogy úgy nem tudod meghatározni, hogy akkor mi ez. 18-ban, amikor megalakultatok, gyakorlatilag rögtön utána Gyulán volt az első koncertetek, hogyha jól tudom. Na, hogyan emlékeztek vissza erre az első koncertre? Ez milyen volt? Egy nagyon jó barátomnak a borozójában léptünk föl, és mondta Bill, hogy milyen zenét játszottok. Elmondom, tudod, csak ilyen kis tudod, ilyen kis ízét feldolgozás, nem semmi. Jó, gyert, ugye, de nagyon torzított gitár, ugye nincs, hát az nincs. Angol a kollega, és akkor mondtam neki, hogy Bill, nem, semmi. Nem is volt ott. Aztán a közönségnek ott kellett csitítani őket, hogy nem mondjátok el Billnek, mert amúgy tök jó buli volt, hogy torzító gitár volt, meg minden, tehát hogy ez így. Tehát kellett egy ilyen, tele voltunk feldolgozásokkal, akkor nagyon-nagyon kevés volt a saját. Hát ugye, hogy lett volna, tehát ugye egy fél éve voltunk. Épp azok voltak, ami volt már előzőleg megírva tehát egyénileg, és azt raktuk össze. Ez 2-3 dalha volt, ami ilyen volt, de jó volt, tehát működött. Na de hát valahol minden zenekarnak el kell indulni. Ugye azóta saját dalok, saját kisfilm, tehát minden saját magatoknak csináltok meg. Ez anyagi megfontolásból, vagy magatokban bíztok a legjobban? Egyrészt igen, és igen. Tehát... Köszi. Az a helyzet, hogy tök területen ki szeretnénk magunkat próbálni. Másrészt nagyon sokszor jártunk úgy, hogy fizettünk valamiért, és nem lett jó. Tehát egyszerűen annyi a kókler, hogy meg ugye aki próbál, hogy majd megcsinálom, és akkor oda jutunk, hogy már ott szenvedünk velük x ideje, és nem képes egy alapvető dolgot megcsinálni, amire azt mondom, hogy haver, add már ide, és akkor tak-tak. A lényeg az, hogy mi szeretjük, igen, egyrészt csórók vagyunk, másrészt pedig szeretjük magunknak megcsinálni, mert senki nem pofázik bele. Pont. Talán egy plusz tag elférne, és talán zenéből egy kicsit, vagy bizonyos részekből egy kicsit vissza kellene venni. Ezt hogyan fogjátok tudni beépíteni? Kerestek egyáltalán tagot? Hogyha nem. Most valaki a nézők közül esetleg kedvet nem. Kap hozzá? Annyit, igen, bármikor castingolni nagyon tudunk. Ugye felvételeket tök jót tudunk készíteni. Na mindegy, az a helyzet, hogy 4 számmal nem lehet bemutatni minket. Jó, tudom, mindenki azt mondja, hogy őt nem, de ha meghallgatjátok az Abszint című első lemezünket, reklám helyét be lehet vágni, akkor minden van rajta. Tehát van a kis lassútól kezdve, ez a pörgős pánkosig, tehát nagyon sok fajta. Az új dalok között is van olyan, ami nagyon heavy és nagyon szaggatós, és van olyan, ami csak egy szál gitár is ének. Tehát szerteágazó, tehát ezért is mondjuk magunkra azt, hogy neográncs, tehát hogy a gráncs a közös. Na és akkor most így a beszélgetés vége felé már csak egy kérdés. Ugye itt már egy kicsit pedzegettük, hogy mi lenne a jövő, de nézzünk egy kicsit sokkal előrébb. 10 év múlva mondjuk, hol látjátok magatokat, miről fogunk beszélgetni 10 év múlva? Hát reméljük, hogy legalább 3 album már azóta kijön, és hát szeretnénk azt, hogy ha nem is nagyon nagy vonalakba, meg majd nagyon, nagyon a profik közt emlegessenek, de legyünk számon tartva. Tehát ez Magyarországon így valamilyen szinten van, hogy lemész egy klubba, és ha még egyáltalán vannak klubok, ugye, persze, és 50-100 fő van már a koncerteden, szerintem az már egy nagyon-nagyon jó a mai világban is, meg tehát ugye én nem gondolom azt, hogy nekünk stadionba kéne majd egyszer, vagy én inkább ez a klubzenés életet tudnám elképzelni, de mondom, tehát albumok, számok. Nekem mindig is inkább az a fontos így zenekaron belül is, hogy számokat írjunk. Legyen mindig valami friss. És hát ugye azért még gyúrnunk kell. Tehát, hogy ezt mi is elismerjük. Tehát, hogy mi nem vagyunk azért olyan nagy arcok, hogy most azt mondjam, hogy persze. De én körülbelül így, igen, jó. De én körülbelül így gondolom, hogy ha ez már megvalósulna, az már egy ilyen, bőven egy olyan szint, ami és ha még ezért persze fizetnének is, akkor meg ennyi. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz elérni, tudom, de hát
valahol ez kell szerintem, hogy ez legyen a cél. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.